Zsinórban másodszor kapott ki a Tatenem, Kerkez nem, Szoboszlai viszont játszott, és egy klasszikus is született a hétvégén a Premier League-ben. Köszöntöm a Sportál TV nézőit, ez itt a Premier League magazinunk, és akikkel ma megbeszéljük a hétvége eseményeit, Galamos Dániel, a büntető.com újságírója. Szia Dani, sziasztok. Üdvözöllek ismét itt közöttünk. És először a stúdióban a műsornak a részbeni szerkesztőjére szoktam mindig utalni, Babják Bence, a Sportál főmunkatársa. Szia Bence, örülünk, hogy végre itt vagy közöttünk. Sziasztok! Na, vágjunk is bele, és most rám valahogy így jön ki, hogyha Dani itt vagy, akkor a Tatenemmel kezdjük, és az utóbbi időben ugye ezek ilyen örömteli beszélgetések voltak, még hogyha egy picit, amikor a jövőbe tekintettünk, akkor láttunk ilyen lehetséges borús felhős időszakokat, ami most is van kint, és hát tulajdonképpen ez a helyzet, mert ugye a Wolves otthonában 2-re kikapott a Tatenem másodszor egymás után, vagy kétszer egymás után ugye a Premier League-ben. Igen, hát itt a győzelmi széria közepette is arról beszélgettünk, ugye, hogy ami ilyen kicsit ilyen veszélyhelyzet a jövőre való tekintettel, az, hogy kicsit szűk a keret, és hogyha megsérülnek játékosok, akkor a Spurs már nem biztos, hogy ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani, mint a kezdő 11-jel, és ugye hát ez jött be ugye a Chelsea ellen, ott eltiltások is aztán ugye nehezítették a Spurs dolgát, és hát a sajnálatos sérülések, ugye hosszú időre kidőlt Madison és Van de Ven, és akkor ezért ez némileg látszott a Wolves-en, leginkább egyébként még nem is hátul látszott annyira, mert volt néhány lehetőség a Wolves-nak, de az itt szere mondjuk egy vagy kettő, hanem inkább a labdabirtoklás tekintve, hogy mennyire tud nyomást gyakorolni az ellenfélre. Ugye a Spurs az volt a jellemző, pláne az olyan szintű csapatok ellen, mint a Wolves, amelyik egyébként hazai pályán azért veszélyes nagyon, hogy az ellenfél 16-osa előtt tudja tartani a labdát, az ellenfél tér felé tartja a labdát. Ugye ez az Ange Postecoglou felfogás lényege, hogy az ellenfél tér felén tölteni az idő nagy részét, és ez nem sikerült a Spursnek. A kreativitás hiányzott, Madison nélkül ugye nem ugyanaz a csapat, szerintem erre most rájönnek, és nem lehet valószínűleg Bissouma, Sarr, Højbjerg hármast a középpályán, mert akkor már az ötletesség teljesen elvész ebből a csapatból, a kreativitás, és az ott valószínűleg Bentancur fog helyet játszani hosszú távon, vagy Lo Celso, mert azért mindkettőben több van. Bissouma nem játszik a következő fordulóban, öt sárga lapos, az Aston Villa játszik majd a Spurs a válogatott szület után, az egy nagy rangoldó lesz, nagyon fontos meccs lesz a Spursnek ezek után, hogy két vereséggel megy bele, de szerintem ott már Bentancurról a középpályán. Én azt akartam mondani, hogy tekintve, hogy a Spurs hogy veszített el ezt a mérkőzést, hogy készen állsz arra, hogy beszéljünk erről, de akkor ezek szerint készen álltál. De annyiban talán egészíteném ezt ki, hogy azt mondtad, hogy nem annyira a védelmen látszott meg, de ugyanakkor azt azért a Szigetországban meg kiemelték, hogy így, hogy hiányzott a két standard középső védő, a passzjáték és az építkezés azért az nem volt ugyanolyan, mint ahogy a korábbi fordulóban láttuk. Igen, ez így van, és ez végülis onnan indul minden, tehát ilyen szempontból valóban ez hozzájárult ahhoz, hogy azt a dominanciát nem tudta felépíteni a Spurs, ez igaz, meg hosszú távon ez a belső védőpáros azért kevés lenne nyilvánvalóan, tehát ugye szeret magasan meghúzni a vonalat Postecoglou, hogy magasan játszon a Spurs, mindkét belső védő, Dyer és Ben Davis is viszonylag lassú, főleg Dyer, tehát velük ezt veszélyes átszerint, csak arra mondta, hogy ez most az a veszély, erre értettem, de teljesen jogos, amit mondta, és ez így is van, az a veszély, hogy majd ő magasra játszik a Spurs, és majd területek nyílnak mögötte, és a gyors Wolves játékosok pedig a szabad területeken majd ficánkolnak, ez végül is annyira nem valósult meg, de valóban a passzjáték elő az nem olyan, abból lett egyébként a Wolves első gólja, hogy Dyer föltette a labdát jobb oldalon, rosszul, bedobás, nem rendezetlen volt a csapat, nagyon gyorsan elvégezte a Wolves, és betalálta, és be is talált, és utána meg a belgvége még egy gólt szerzett. Igen, nekem még az jutott eszembe, így a forduló kapcsán még volt néhány meccs, hogy az időzítés, hogy mikor játszol egy meccset, amikor én néztem, akkor én nagyon úgy éreztem, hogy ha ezt a Spurs lehozza 1-0-al, akkor erre mindenki azt fogja mondani, hogy ebben ennyi volt. És én azt éreztem, hogy ha ez a meccs Londonban van, akkor lehet, hogy ezt a Spurs megnyeri 1-0-ra. És így, hogy idegenben vagy, nagyon nem mindegy, hogy a 90. percben, amikor 1-0 vagy 0-1, akkor és védekezel vagy támadsz, akkor a közönség hogy űsz, hogy haj. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy ez Londonban van, akkor 1-0-ra nyer a Tatenem. Ez biztos, hogy így volt, mert hát eleve Molinyó is egy olyan stadion, amelyik az ellenfelekre nézve azért... Ugye mi magyarok szeretjük. Igen, igen. És tényleg az a remek hangulat uralkodik azért, főleg akkor, amikor azt érzi a közönség, hogy na most van valami esély, és az egy-egy után már nagyon érezte, igen, hogy van valami esély. És abban igazad van, nyilván ez a hazai pályán azért
nem jellemző, hogy a csapat hazai pályán kap kettőt a ráadásban. Ezek azért inkább úgy jellemzően azért a pont a fordítva szokás. Hogy vagy ez a hatodik vagy hetedik olyan mérkőzés a Premier League történetében, amikor ugye a 90. perc után van fordulás? Hát most pontosan a számot nem tudom, de ugye, igen. Ugye nagyon kiemelték, amikor a Brentford ellen a United fordított ugyanígy a ráadásban. Igen. Tehát, hogy nem minden napi azért ez. Persze, és igen, és ahhoz, tehát a Spurs is produkált egy ilyet pont Sheffield ellen, amikor a végén kellett, ugye, meg korábban a Leicester ellen néhány évvel korábban, tehát az meg mondjuk idegenben volt, ez is előfordul. De igen, hát szóval hosszú távon ennek azért annak, hogy ilyen védőpáros lesz egy darabig még, akkor annak megvan a veszélye. Romero ugye 3 meccset kapott, tehát még 2 meccsről hiányzik, de az 2 nagyon fontos meccs, az Spursnek, Aston Villa és Manchester City, tehát ott azért biztos az hiánya érződni fog, és hát egy biztos a kreativitás a másik Madison hiányában, ami veszhető lesz. Postecoglut mennyire kezdik mondjuk kicsit szétszedni az utóbbi időben, mondjuk emiatt a 2 vereség miatt. És itt pont azért kérdezem ezt, mert ugye itt gyakorlatilag itt is a teljes védelem most hiányzott ezen a mérkőzésen, ami ugye, tehát tényleg kiállítás vagy a sérülés miatt, de ugye ott van például a Manchester United, majd fogunk róluk is beszélni, ahol szintén egy ilyen nagyságrendileg komplett első számú védősor hiányzik, vagy hiányzott. És ott azért gyakorlatilag minden egyes alkalommal Ten Hagba, ha lehetett, akkor beleálltak. Ez azon amiatt van, hogy az egyik a United, a másik a Tottenham? Szerintem egyrészt amiatt, másrészt az, hogy honnan indult a United és honnan indult a Spurs a nyáron mondjuk. A United egy remek szezon csinált ahhoz képest, pláne, hogy ugye egy új edző van Ten Hag, és hol tartott előtte, és mindenki azt mondta, hogy ez megy tovább, és ehhez képest a főleg játékbeli visszaesés volt meglepetés. A Spurs meg mélyről jött, ugye Contéval ott a végén, meg Conte utáni ideiglenes edzőkkel egy széteséből lévő társaság, a szurkoló ugye a vezetőség ellen fordultak, ez mondjuk a Unitednél is igaz, ugye, és meglepetés számba ment, hogy Postecoglou így kezdett a Spurs. Tehát egyrészt ez, másrészt valóban az, hogy nyilván a Spurs meg a United között azért az érdeklődés tekintve van különbség, nyilván a United mondjuk a kinti Fradi, és így a Spurs meg mondjuk Londonban olyan népszerű, mint itt egy budapesti nagy csapat, de mondjuk nem az egész országban Angliában. Tehát nyilván más a kettőnek így a másként foglalkoznak a két csapattal, de amit mondtál, hogy még nem volt idő még 5 szétszedni Postecoglout, meg nem is érdemelni, meg nyilván egy hét, ugye ez hétfőn volt a Chelsea, hétvégén a Wolves, nagyon közeli, ráadásul előtte kapta meg harmadszor is a hónap edzője kitüntetést, tehát azért az ritkán fordult elő ugye a Premier League-ben, hogy az első, vagy egymás követő 3 hónapban ugye azt nyilván újonc meg még soha. Hát így van, és szóval nem, és igazából ami a játékot igyekszik megalkotni, és aminek láttuk már jeleit, az alapján nem is illene őt azért szétszedni, mert volt 2 ilyen versenyzés. Az első tényleg nem sokat tehetett arról, hogy most 2 játékos buta mozdulatot követett el, és kiállítás, meg megsérülnek közben, tehát... Jó, hát a Romero azért úgy tűnt, hogy azért a piros lapér annó megdolgozott rendesen. De hogy nem az ott egy buta mozdulat, hanem ott mellette volt a vitató. Igen, nála szokottak lenni a nagybenései, mondjuk az nálam csak sárga volt, mert ott nem volt erőbevétel, amikor hogy visszarúgott ugye Colville-nek, az szerintem jó, hogy nem állították ki, mert az erős lett volna. A második mozdulat az már igen. Szerintem egyébként Postecoglounek most azért elég jó a renoméja, mert az is fontos, hogy hogyan bánsz a médiával, pláne ilyenkor, és amit nála kiemelnek, hogy nagyon jó a vibe-ja. Tehát ez a mindenkit mate, az a haver, igen, tehát minden úgy válsz az újságíróknak, hogy haver, meg azt szólták volna, hogy most végre jött egy hát ilyen ember közé, vagy jött hétköznapi ember ülne be velük beszélgetni, és akkor nincsenek ilyen hallangok, nem próbálja játszani ezt mutatni, és közben azt csinálni, tehát ő igazából egy ilyen hitelesnek tűnő személy, és ezt nagyon bírják. Illetve ami viszont szerintem neki majd egy nagy kihívás lesz, hogy ugye az Afrika kupa miatt, meg az Ázsia kupa miatt, és Madison sérülése miatt most úgy néz ki, hogy azért a Madison, Bissuma, Son 3-as, az lehet, hogy legközelebb mondjuk februárban áll össze. És azért, hogy ez a Spurs elbírja-e azt? Hát nyilván, ha mondjuk ilyen, hogy bajnoki cím, ami így a horizonton így megjelent a szezonjén, az nyilván ilyen pont ezek miatt az nem játszik. A 4 vagy 5, ugye Angliában valószínűleg 5 indul a BL-ben jövőre, az lehet a cél a Spursnek most, pláne így, hogy tényleg, hogy sérülések, kiesők, és még jön a versenysorozat januárban. De biztos, hogy januárban is igazolnia kell a Spurs, nem még azt is mondják, hogy nem biztos, hogy van rá elég pénz, de pont emiatt kell igazolni, illetve azoknak a játékosoknak, akik eddig talomban voltak, de azért a képességek nagyon jók, nem Dyerre gondolok, vagy Skipra, akiknél a képességek hiányoznak, hanem Bentancur vagy Loselso, nekik muszáj lesz előlépni, és végülis eddig azt csinálta a Postecoglou, amiben nagy volt, hogy az olyan játékosokról, akiről azt gondoltuk, hogy egy szint fölött nem tudnak teljesíteni, ről is kiderült, hogy egész jók, mondjuk Pedro Porro, aki
borzasztó volt, főleg védekezésben az előző fél évben, és most meg abban is nagyon fejlődött előre, támadásépítésben meg pláne. Szóval az a lényeg, hogy fel tudja hozni azokat a játékosokat, akikről azt gondolta, hogy nem, illetve az igazolások. Hát ugye most ilyen Richarlison, Szaúd-Arábiában most ilyen pletykák vannak, hogy majd megpróbálnák, biztos a Spurs ilyen szempontból elgondolkodna, mert nagy pénzt kapna érte, és akkor be tudná fektetni oda, ahova viszont muszáj. Egy gyors kérdés lezárva a Wolves-Tottenham meccset, hogy akkor tulajdonképpen most ezzel a sérülés hullámmal, meg mindennel, ami a Tottenhamre még vár, tényleg Afrika kupa, Ázsia kupa, akkor kijelenthetjük, hogy a Tottenham az akkor ki is szállt a bajnoki címért folytatott harcból, vagy igazán benne se volt, csak az a jó rajt miatt sokan szerették volna egy romantikusan látni ezt a képet, hogy lesz egy harmadik vagy egy negyedik számú kívója a Citynek az Arsenal és mondjuk a pool mellett. Nyilván igen, ez is benne van, hogy szerették volna sokan. Én nem, tehát én el tudtam volna képzelni, hogy ott lihegezek nyakában végig a Spurs, hogyha mert csak egy versenysorozat van, és abban nem merülsz ki annyira. És nyilván van akkor, hogyha nincs eltiltás, és nincs sok sérülés. Így már azt gondolom, hogy ez nem valós, tehát így tényleg a BL helyezése valós, ha azt a játékot tudja folytatni a Spurs, amit elkezdett. Én még nem írnám le, hogy kiszállt, de most már valószínűnek tűnik, hogy esetleg a mérleg nyelve lesz. Vagy mondjuk az Arsenal, Liverpool, City 3-as mire megy a Spurs ellen. És lehet, hogy aki mondjuk a legjobban szerepel, vagy a legtöbb pontot gyűjti, az lehet ott a végén. Tehát én a mérleg nyelvének a szerepét inkább látom most így a Spursben. Egy BL szereplésre együtt az sem egy olyan rossz szereplés. Ja, természetesen azzal együtt, hogy igen. Szerintem az első négyig végig versenyben lesz. Végigverseny. Egy kicsit olyan most a Spurs, mint az Arsenal, amikor Artétával megláttuk már azt az első jobb szezont, és akkor tudtuk, hogy a következő lehet még jobb, vagy mondjuk az előző szezon után sejtettük, hogy ez a szezon is hasonlóan jó sikerül, és a Spurs, ez az első szezon, a következő fiatal játékosokkal, a következő szezon lehet az, amikor igazán nagyot tud dobni ez a csapat. Köszönöm szépen az átkötést, mert a következő mérkőzésünk jön, az Arsenal Burnley. Ugye az Arsenal 3-1-re legyőzte a Burnley-t. Igazából most, hogyha őszinték vagyunk, akkor nagyon sokat nem kell beszélni erről a mérkőzésről, nem? De azért, de nyilván azért vannak benne finomságok, érdekességek. Zinchenko gólja azzal csodálatosan, különleges mozdulattal. Egyébként egy olyan szögleteket játszott az Arsenal, ami legutóbb a Szentes Lázár féle Újpesttől láttam, mikor bezsúfoltak 8-10 mezőnyjátékost az ötös környékére, és Kabát Pétén nagyon lassan belőtte, és nem tud kijönni a kapus, mert annyian állnak előtte. És a tömegből valakiről befelé fog pattanni. És most még nem is az volt, ami szokott csinálni az Arsenal, vagy szokott volt csinálni Ben White-tal főleg, hogy kicsit ilyen csibészen megfogja a kapust, nem engedi, és néha lefújják, néha nem, majd lefújták, ugye az előző szezonban ezt láttuk. Most például az első gólnál Saliba nagyon könnyen mehetett föl és feljártam, és a Traffordhoz hozzá sem értek, ugye egy fiatal utánpótlás válogatott kapus, és nagy tehetségnek gondolják, ugye a Cityből igazolta a Burnley, de tényleg nagyon nagy bajai vannak ezekkel a kijövetelekkel, és ez kiderült. És valóban nem, lehet olyan sok szót nem érdekel, de amit felvetett Bence, én is azt akartam, hogy a rögzített játékhelyzetek miatt viszont volt érdekes a meccs, mert abban az Arsenal most már konzisztensen nagyon jó évek óta. Nicolas Jover, egy francia edző, aki szakember, aki felel a rögzített játékhelyzetekért, ugye még a Cityből jött át, és hát ez az Arsenal, ez már az utóbbi években folyamatosan nagyon jó ebből. A védekező rögzített játékhelyzeteknél is, de pláne a támadóknál. Mielőtt az Arsenalról beszélünk egy picit jobban, kérdésem, szerintetek lesz-e edzőváltás a... Arsenalnál? Nem. Itt a válogatott szünet alatt, és akkor Kompany lesz az? Hát igen, már igen, ezt is így mert ugye ez az időszak, amikor... Az időszak, és még meglepetés, hogy még nem volt ugye a Premier League, hogy ilyenkor azért már szokott lenni, azért már lehetett most hát 12 forduló már, igen, talán nem, tehát ugye 13, nem Iraola tudom, a... kihúzta a nyakát abból a bizonyos hurokból, akkor sokáig Kompany neve föl sem merült, most az utóbbi hetekben talán mégis. United-et adják még egyébként elég, tehát nem olyan magas ócsa, tehát arra talán nem érdemes annyira fogadni, de nem azért, most majd beszélünk United-ről is, meg ugye most végül is van egy papíron jó sorozata a bajnokságban, de azért, mert ugye, de minden nem akarok előre menni, hogy ugye tulajdonosváltás, belép majd egy kisebbségi tulajdonos, és amiatt gondolják azt, hogy ő majd esetleg változtat, de szerintem az sem. Majd elmondom, hogy miért. Jó, de Kompany marad, megy? Kompany
Szerintem még marad. Még egy picit marad. Szerintem még kap egy kis türelmet. Én azt gondolom egyébként, hogy bármennyire erőszakos bajnokság ilyen tekintetben a Premier League, de azért Kompany tett annyit ezért a Burnleyért, nem? Hogy... Hát bőven nagyon simán fölhozta, igen. És milyen focival hozta föl, de szerintem egy kicsit naív, pont az a játékos igazolások is, a nyári is azt gondolt, hogy azt a nagyjából meg tudja csinálni itt, amit megcsinált ott, ilyen nagyjából fiatal, még tapasztalatlan, ügyes játékosokkal, de valahogy az a craft az hiányzik ebből a Burnleyből, ami kell a Premier League-hez, szerintem, és ez lehet. Hát ez egy kevés helyen lenne Trafford kezdő, bármennyire is. Egyébként ez egy baromi tehetséges igen. kapus, és lehet, hogy néhány év múlva majd az angol válogatott összeállítása vele kezdődik. Majd, na jó, beszéljünk akkor tényleg az Arzenálról, és akkor kezdjük a végével. Ugye volt egy piros lap, és ugye Mikel Arteta múlt héten nagyon-nagyon kiborult az őket sújtó Newcastle elleni, akár több szabálytalanságot is magában hordozó Brewster-es gól kapcsán, most meg gyakorlatilag így lehajtotta a fejét, és hát csodálatosan működött a játékvezetés, és a VAR, és a minden egyéb asszisztencia, és igen, jogos volt, hogy az ő csapatába eljutottak ki játékos, csak a rendkedvéért. Hát szerintem ő is éreztem, hogy múlt héten egy kicsit túllőtt a célon. Talán ez a közlemény sem volt szerencsés, amit az Arsenal kiadott. És ugye a legnagyobb probléma ilyenkor, hogy az internet meg a Google nem felejt. És ugye visszaolvasták, hogy Arteta mit mondott, amikor a Liverpool kárára tévezett a VAR. Akkor milyen tárgyilagos volt, meg kimért. Aztán pedig szégyennek nevezte, ami történt. Szerintem ő is érezte, hogy ez kicsit túl sok volt. És most ez egy ilyen ártétás kis bocsánatkérés volt, hogy tényleg ő maga hozta szóba igazából, hogy nem is kérdeztek a VAR-ról, a piros lappal. Jól működik, vagy amikor dicsérném. Ez nagyon érdekelt volna, hogyha mondjuk ez a mérkőzés piros lappal együtt alakul mondjuk egy-egyre. Akkor is se fölhozza ezt, hogy milyen ragyogó kiállítás volt, és minden játékosomat szeretném, ha ilyen tisztességesen kiállítanák a meccseket. Hát mindegy, igen, ott nyilván át túlment egy határon, ő is tudtam, és közel sem. És nem is fogható ahhoz, amit a Liverpool elszenvedett a Spurs ellen, mert az tényleg az egy gól, nem az egy gólot, nem tudsz picsálni. Itt meg azért vitatható három eset, szubjektív volt. Egyikre sem mondhatod 100%-osan, hogy hibázott abban a három esetben a VAR vagy a játékvezető. Úgyhogy más volt, ott túlment. Nyilván egy Newcastle Arsenal az most már évek óta nagyon kemény, fizikailag elképesztő csata. Az előző szezonban is volt az Emirates-ben döntetlen úgy, hogy a Newcastle ott nagyon, ott is nem engedte föltörni a védekezését, tehát kicsit így az időt is húzva csalva, hát egy kicsit piszkos módon, ahogy szeretett a Atletico. Newcastle. Egy kicsit, de közben én szeretem a Newcastle, mert azért ott foci is van, nem arról szól, csak ők mellé tudják ezt tenni. Ezt a... Meg milyen hangulat már, bocsánat. Igen, de még idegen is, mert ugye nagyon, tehát itt gladiátorok vannak, amikor a kezdőcsapat játszik, akkor tényleg, hogyha megnézed a Botman, Burn, Joelinton, de Cher is, elő mondjuk Wilson 11-et, hát ott mindegyik tényleg elmenne majd, hogy nem rögbi játékostak is. És akkor nagyon nehéz ezekkel. Minden szóval ez a bögyében lehetett az Arzának nyilván, vagy a Artétának ez a korábbi meccsek is meg, tényleg valóban egy ilyen helyzet, kikapnak, első vereség, hát az de ezért kell valószínűleg elszámolni néhány, meg majd lehet, hogy pár év múlva nem így nyilatkozik mondjuk egy ilyen után. Neked hát ott a meccshevében, most két perc lefújás után legyél higgadt egy ilyen mérkőzés után. Hát. Neki se sikerült. Lesz baj, vagy lesz gondja Artitának a középpályán? Hát annyiban lesz gondja, hogy igen, amit észre lehet venni ugye az Arzenálnál idén, hogy az nem olyan gördülékeny a támadójáték, tehát az a flow az nincs meg, az a nagyon könnyedé helyzetbe kerülők, ami Ödegarral indult, Szakával folytatódott, és ugye Martinelli, Jézus, tehát itt megvoltak azok a játékok, azok a váltások, az éleken ugye mondjuk Ben White, Ödegar, Saka a jobb oldalon, ugye Xhakával, Martinelli, Zinchenko nagyon jól váltották, forgatták a játék, beforogtak a bal oldalon, tehát és mindig ilyen volt valami olyan támadás szövés, amire nem tudott reagálni az ellenfél, és ez most az idei Arzenálból hiányzik, és hogy ezt meg tudja oldani, az kérdés, még így is sokkal jobb, egyébként meg nagyon kompakt ez a csapat, és talán még nehezebb megverni az Arzenát, mint az előző szezonban, legalábbis úgy tűnik, bár erre is jelen, például a Chelsea például ugye nagyon közel járt hozzá, és igazából megérdemelte volna, hát 70-valahány percig nagyon. Igen, hát is odaadta utána a labdát nekik Sanchez, ugye, és igen. Akkor Arzenának, hogy akkor gyertek vissza a meccsbe. De egyébként mondták, hogy a védelme viszont stabilabb, igen, mint az előző időiben volt, igen, és lehet, hogy még ahhoz kell egy kis idő, hogy ez a tökéletes egyensúly meglegyen. Lehet, hogy tavaszra minden klappolni fog, de valóban egyelőre nem annyira gördülékeny, illetve ami szerintem még aggodalomra adhat okot, hogy
Saka gyakorlatilag minden meccs után sántikálva jön le. Tehát egyszerűen olyan elképesztő mennyiségű meccset játszik, és hát nyilván faragják végig, és hogy esetleg tavaszra, amikor a legfontosabb meccsek jönnek, ez nem fog-e visszaütni, mert azt azért nem hiszem, hogy hosszú távon Saka és Martinelli képes lesz minden fronton versenyben tartani az Arsenalt elől, és a Gabriel Jesus Nketiah 9-es, az meg szerintem mondjuk a Cityhez képest nyilván vékonyabb. De talán még az Arsenal támadó sorához is sorához képest is vékonyabb. Tehát szerintem ott nagyon fontos, hogy Sakával is Martinelli-vel mi lesz. És akkor 9-est hoznátok mondjuk a télen? Hát erről szó van, igen. Ugye Jesus, ha azt veszük, hogy a komplexitás tekintve a világ egyik legjobb. Igen. Tehát az, hogy visszalép a labdákért, cserezőkészség, játékintelligens olvasás. És nagyon, de igen, a hátulütő, hogy nagyon sokat sérült. Egy, kettő, hogy a helyzet kihasználása azért az inkább egy ilyen közepes szint, ugye a világ szintjét. Tényleg nem jobb annál valószínűleg. És hát ebben javulni kellene ahhoz, hogy az Arsenal mondjuk simán City. Hát így is felveszi a versenyt, csak hogy mondjuk jó, azt mondjuk, hogy akkor akár meg is tudja előzni. 9-esben gondolkodnak, Ivan Tonyt nagyon lehet olvasni, hogyha majd eltiltással leáll az Arsenal. Tenne érte egy nagyobb ajánlatot, de átült a Chelsea is. De ott egy nagy kérdés, hogy neki például ez az eltiltás, ez mondjuk egy ilyen frissességet hoz magával, vagy rozsdásan jön vissza, ugye? Ez sosem könnyű kérdés. Ezt nem tudhatjuk, igen, ez majd akkor elválik, igen. Azt nem lehet. Na jó, akkor ugorjunk a következő meccsünkre, és már itt szaladtunk előre. Igen, bocsánat, egy gondolat, mert azt akartam mondani, csak hogy Arsenalnak egy picit szembe kell már mennie, mert ez megütött a film, és joggal mondta Bence, hogy nem lehet 3 napon, és Arteta azt mondja, de lehet, mert nekem bebizonyították, hogy lehet 3, mert ott voltam a Citynél, láttam mindent, hogy lehet 3 naponta tökéletes teljesítmény nyújtani. Saka kapcsán mondom ezt, hogy lehet, hogy a saját vélekedésével kell szembe mennie, és azt mondani, hogy oké, ez a játékos, lehet, hogy azért nem faragják, azért, mert olyan a testfelépítés, az izomzata nem alkalmas erre, mert azt akarja elérni, hogy szinte 3 naponta ugyanazt a teljesítményt tegyék le a játékoshoz. Tehát azt nem tudom, hogy nyilván lehet, csak ahhoz szerintem úgymond rá kell pihentetned őt tavaszra. Tehát ahhoz, hogy ő tavasszal 3 naponta csúcsformában legyen, ahhoz szerintem ősszel nem játszhat 3 naponta az csúcsformában. Jó, ha Lionel Messi vagy, meg Cristiano Ronaldo, akkor igen. De Szaka még nem, bár többet játszik, ugye ez is megvolt, hogy többet játsz, ebben igen. A korban Messi és Ronaldo nem játszott ennyit, mint Szaka. Jó, United Luton, ugye már egy picit szaladtunk is előre, ez a harmadik mérkőzésünk, ugye 1-0-ra győzött a United, és hát most ezeket a kis csapatokat úgy megveregeti. Elintézik. Nem azt mondom, hogy gálázik, mert azért az barokkos túlzás volna itt az egygólos győzelmeket. De megnéztem ennek a mesnek is az összefoglalóját, de nem volt hosszú. Igen, de legalább hozza, és ez nagyon fontos, hogy kicsit ragadjon, hogy Ten Hagon ez a nyomás, ez kicsit enyhüljön, mert azért én is azt mondom, hogy az utóbbi 5 bajnokjából 4-et megnyert. Oké, hogy azért nem a legjobb csapatok ellen a Premier League-ben, és amikor nyert, akkor is mondjuk úgy, ahogy, tehát mondjuk Brentford ellen azért az egy, mondhatjuk, egy nagyon szerencse is kellett ahhoz, hogy a fordítás a végén megtörténjen. Jó, McTominay. De igen, az feltétlenül, de ugye olyan csapatok, amelyeket illik a United szintjén megverni, ugyanakkor meg valóban, tehát hogy a Spurs-nél azt mondjuk, hogy hú, most kiesett a szinte az egész védelem, meg ezek erről beszéltünk, hogy a United-nél is muszáj elmondani, hogy azért hogy ez nem azzal a védelemmel játszik, mint amennyi, amivel akarnak. Mint amivel meg lett tervezve, hát mondjuk igen. Az egész projekt. De megint Maguire volt az egyik legjobbja a United-nek, és Lindelöf játszott mellette, nem Varane, ugye ennek is általában megvan az oka, és Lindelöf szerezte a győztes gólt, már megint a védők szereztek győztes gólt, már megint nincs gólja Højlundnak, nincs Rashfordnak, sem Martialnak, és ilyen, itt van egy ilyen összehasonlítások, ugye, hogy az Arsenal, a City és a Pool támadó szekciója már összesen 19, 17, meg 20 gólokat hoztak össze, a United támadó szekciója meg ugye egyet. Hát nyilván, de a kalappal a toborzó stáb előtt, mert egy nagyon gólképes védelmet hoztak össze, rendre a közép hátvédek rúgják a győztes gólokat. Egyébként az érdekes, hogy kiestek a standard védők, de akik pedig jól játszanak, most oké, relatíve kisebb csapatok ellen, meg gólokat szereznek, ők viszont nem lettek volna benne abban az eredeti projektben, amit ugye Ten Hag megtervezett. Hát nem tudom, nyilván ez kétélű, hogy mennyire igazságtalan azt mondani rá, hogy hát 5 meccsből 4-et megnyert, amit elveszített az a Manchester City volt, azt vélhetően elveszítenék, más csapatok is, de másfelől meg, az meg teljesen igaz, hogy viszont nem látszik,
hogy a United mit akar játszani. Tehát ami mondjuk a Chelsea-nél látszik, hogy mit szeretne építeni Pochettino, vagy látszik a Tottenham-nél, hogy Postecoglou mit szeretne építeni, addig a United-nél egyelőre tényleg nem látszik, hogy ez most a sérülések miatt van, vagy egyszerűen a játékosok nincsenek azonos hullámhosszon Ten Haggal, ez nyilván jó kérdés. Hát levesgetik ezt is, amit mondta, igen, hogy nem biztos, hogy képes úgy hatni rájuk, nem tudja úgy átadni azt, amit szeretne, ahogy az mondjuk megfelelő volna, vagy kívánatos volna, ez mondjuk lehet egyik ok, a sérülések valóban. Ugye a Varán eset kapcsán elmondta, hogy tehát ő azt nézte, hogy mondjuk baloldali belső védőként ki az, aki tud jobban tud passzolni, aki jobban illeszkedik, amiatt, hogy a játékot tudják ott folytatni, meg hogy úgy tudjon passzolni bal lábbal, és ugye Varán kevésbé ez a játékos, egyébként meg ez kicsit a mondva csinál, mert Maguire nagyon sokáig játszotta, és Maguire viszonylag kétlábas, tehát ő azért a balt is nagyon sokat használt a karrierjében, tehát csak kitalálta Ten Hag, ugye, hogy neki a jobb oldalon kell játszani, vagy jobb oldali belső védőként. Jó, de bocsáss meg közben, de akkor most elmondhatjuk azt, hogy az egyébként világszinten mindenhol mémmé váló Manchester United szurkolók által is West Ham Unitedban, vagy bárhol máshol szívesebben látott, sokak által lenézett, lesajnált Harry Maguire előrébb van jelen pillanatban a rangsorban, mint a szintén nem olcsón hozott ex-Real Madrid superstar Varane. Na hát látod a futball milyen dolgokat képes produkálni? Mert egyébként tényleg ez van, hogy ő már megszabadult volna Maguire-től valószínűleg. Csak hát Maguire múlt. Rajta múlt, nem akart elmenni, aztán úgy dolgozott edzéseken, meg ugye amiről beszéltünk, hogy ezek az ominózus sérülések, hogy betette. És viszont most úgy érezte, hogy ő edzőként nem teheti meg azzal a játékossal, aki beállt és megfelel tulajdonképpen. Abszolút. Azt nem hagyhatom ki, még ha vissza is jön Varane a sérülésből, nem hagyhatom ki, mert akkor én ezt kicsit a hitelemet veszítem, hogy ő most dolgozott, ott van bizonyít, és akkor is kihagyom. Tehát egyrészt amiatt is, mert azt érezte, hogy oké, most ő vele jó vagyok, másrészt meg, hogy az öltözőben ez mit vált ki, hogyha ő most azt a játékost, aki bedolgozta magát a csapatba és megfelel, az simán kidobja. Tehát tényleg honnét dolgoztak, hogy elvetetően a kapitányi karszalagot. Tehát gyakorlatilag mindent megtett. Márkus Ádia múlt héten hozta példának a Football Manager játékot, ahol ha meg akar szabadulni egy játékost, akkor minden ilyet megcsinálsz, hogy rosszul érezze magát, és menjen, és ott megy. Mert a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy menni kell, itt meg marad az ember. Na, és ez lett volna az utolsó koporsó szög, hogyha most a Maguire-t ezek után kihagyja, és valószínűleg azt gondolja, hogy nem. De az már szerintem neki is. Hát nem azt mondom, menthetetlen lett volna, de nagyon nehéz lett volna ezt megindokolni. Tehát egy ilyen teljesítmény után... Valószínűleg igen, mert ugye amúgy a papíron azt gondolják, hogy akkor Varán Lindelöf lehetne simán, ugye akkor... Szóval még a Unitednél ezeknél az egygólos győzelmeknél talán még annyi, hogy szerintem ennek a csapatnak most nagyon rosszul jött ez a Beckham dokumentumfilm a Netflixen, amilyen kapcsolatban most mindenki elkezdett nosztalgiázni, hogy milyen United volt az, hogy nézett az ki, milyen sikerek. Hát csak megnézed, kik szólalnak meg benne, Scholes, Cantona, Gary Neville, folyamatosan beszélünk, ebben nincs semmi meglepetés. Igen, hát nekünk innen, de ott meg azért tudod kint, ugye ott azért van néhány United-es szakértő, tehát akik minden héten szerepelnek, tehát Roy Keane vagy Gary Neville ugye állandó, tehát ők talán ugye a legemblematikusabbak, és hát ők meg mindig arról is beszélnek, tehát ilyen szempontból az kint azért szerintem állandó visszatérő téma, hogy most volt. De ütjük, vágjuk itt is hétről hétre a sportálon a Ten Hag féle Manchester United-et és magát Ten Hagot is, de ez a csapat előrébb tart a bajnokságban pontszámilag jelen pillanatban, mint a Chelsea, vagy éppen a Newcastle, ott van a Tottenham-től lőtávolon, tényleg amit te is mondtál, ugye, hogy 5-ből 4-et nyertek, a City-től kaptak ki lehet kapni. Hát meg első 50 meccsén 30 győzelem, igen, ugye statisztikai soha senki. 1908, nem, vagy volt az elején, volt? Egy, az 1908-ban volt egy edző, aki ugyanúgy kezdett. Oké, akkor nem az, ja ugyanúgy. Ugyanúgy, igen, tehát hogy nála jobban senki nem kezdett. De hát ez minden relatív, ugye ebből is látszik. És hát tényleg itt az a legnagyobb kérdés az, hogy játékban. Mert hosszú távon akkor tudsz sikeres lenni, hogyha a játék is megvan hozzá, hogyha az a produkció, hogyha rendben van az egész. Ez csak akkor működhet. Ha az rendben lesz, akkor lehet többet remélni. Igen, és amit elkezdtem, csak nem akartam, mert hogy a Manchester United témánál, hogy az ő elküldése, ugye, tehát ugye Richard Arnold, a vezérigazgató, minden bizonnyal megy, lehet, hogy már heteken belül, mert azt mondják, hogy a válogatott szünet végére ez a tulajdonrész vásárlás ez végre mehet. Ugye a Redcliffe, ugye 25% erről beszéltünk, azért is ad valami 1,3 milliárd fontot, azért a 25%-ért, és
És hogy akkor ő ennek fejében a szakmai vonalat viszi, tehát az ő emberei kerülnek be a vezetésbe, ugye vezérigazgató is, meg valószínűleg sportigazgató is, minden bizonyos. És akkor az a kérdés, hogy akkor edző, hát hogy akkor edzőváltás, ha ez hogy alakul. De most pont például azt is lehetett olvasni, hogy azokat az ügynököket már most elhajtja, akikkel azt érzi, hogy azért jönnek, hogy beajánlják az ő saját edzőiket. Tehát akik ilyen céllal keresik fel, ugye ez azt mutatná, hogy ő azért még bízik Ten Hagban. És én azt is gondolom, hogy az előző szezon miatt azért ezt a szezon még nem hinném, hogy ne húzná ki. Hát ha csak nem történik valami... Az lehet nagyon problémás, hogyha kiesnek a Bajnokok Ligájából szerintem. Ha ebből a csoportból kiesel, akkor azt azért az nehéz égő, megmagyarázni. Az égő. Jó, de bocsánat, pont ezen gondolkoztam, hogy oké, égő, de a jövőt nézve, ugye mindenki jövőre gondolkozik. Az látszik, hogy ez a United, ha tovább is megy a csoportból, jelen körülmények között a nagyon messzire nem biztos, hogy jut. Persze láttunk már csodákat, meg lehet a télen igazolni, de hogy nem lenne jobb a Unitednak megélni ezt az égést, és azt mondani, hogy jó, most félreteszek mindent, és fókuszáljunk arra, mert hamarosan bekapcsolódunk az FA kupába, és valahogy érjünk oda, tehát hogy nyerjük meg az FA kupát, vagy játszunk megint döntőt, és érjünk oda a bajnokságban a negyedik vagy ötödik helyre, ami így a feltehetően bélindulást ér. Perspektívikusan biztos ez fontos, persze, mert a Unitednek minden szezonban a BL-ben kellene lennie, ez egyértelmű. De hát ezt nyilván most még nem lehet elengedni, mert azért a csoportból meg kell próbálni tovább jutni. Vagy jön a Galatasaray ellen idegenbeli. Hát, ez egy kiki meccs. Igen, hát ez simán benne van, hogy ez a csapat nem jut tovább. Tehát ugyanannyira benne van. Mondjuk ez a tulajdonos váltás, vagy hát az, hogy Radcliffe belép, ez nem tudom, hogy mennyire szűrhet viszont egy olyan helyzetet, hogy most te is dolgozol egy munkahelyen, és ott, hogy lesz egy változás, és lehet, hogy ő mással képzeli el, meg ő a saját embereit hozná, hogy te mennyire érzed ott magad biztonságban, mennyire érzed azt, hogy, igen, hogy hosszú távon gondolkodhatsz. Igen. Hát sokan azt gondolják, hogy ez a gyengébb teljesítmény, most nem csak az eredmények, hanem leginkább a teljesítmény, hogy kicsit emiatt is van, hogy az egész klubra már ez rányolja a BL-re, ez a bizonytalanság, hogy itt senki nem tudja. Meg a várakozás, nem, hogy történjen már meg. Na, és volt rá szó, hogy megtörténik, ugye már tavaly nyáron, ugye volt hát, idén nyáron, tavasszal, és még mindig már itt vagyunk november, mi van most 14-e? Hát egy éve tette fel a piacra mondjuk ugye a Glazer család, a United, vagy jelentette, hogy akkor végül is megnézni a lehetőségeket, hogy vagy teljes eladás, vagy valaki, hogy beszálljon. Ez eltelt egy év, és ehhez képest még most sem történt meg hivatalosan semmi. És az a tulajdonos váltás, amiben reménykedtek a United szurkolók, hogy ez teljes tulajdonos váltás lesz, az nem is fog egyelőre. De hát nyilván ennek is örülnének, hogyha most itt a szakmai vonal, nem ugye az volt a kritika velük szemben, hogy azt nézik csak, hogy mi az év végén, mik a számok, meg hogy azért a bevételek nagyjából legyenek meg, és hogy a sportszakmai vonal az kevésbé érdekli az amerikai tulajdonosokat, ugye ez volt a kritika velük szemben, és hogy a Radcliffe-ékkel azért ez változik. Zárójel biztos, hogy Radcliffe annyira ért majd a szakmához? Nem ő fogja, ő majd visz embert oda szerintem, csak hogy akkor már ő az, aki ő jelöli ki a sportigazgatót, a vezérigazgatót, ahhoz is érteni kell persze, hogy, persze, meg, hogy ki jelöl valamennyire, meg kiben bízol, nem mindegy, meg kik a súgói. Meg mennyire állod meg, hogy valóban mondjuk ne szóljál bele, mert azért nyilván a focihoz világon mindenki mindenhol ért. Igen, de azt láttuk egyébként ugye tényleg a Zineosnál, a kerékpáros csapatnál, hogy azért... Szakmailag felépítették. Hát azért volt időszak, amikor most éppen nem ők a top, hanem ugye Walter Attila csapata, de hogy azért ott ez látszott. Jó, a Eriksen is Höjlund kiesett ugye november végéig. Hát, újabb évvágás. Majd decemberben rúgja az első gólját, hát, talán a Premier League-ben. Igen, az első Premier League góljára. Hát ez a szegény embert az ág is húzza, szerintem. Vagy már annyira... A gazdag embert az ág is húzza. Vagy már annyira megszokták, hogy valaki mindig hiányoznak, hogy ez... Vagy most majd Mount előrébb lép, ugye, akit meg tényleg Ten Hag kérésére hoztak, és egy Ten Hag még beszélt is róla, hogy hát azért meg kell harcolni a helyért, és ez nyilván igaz, csak... fura, hogy hozol valakit 50x millióért, és hát ő még nagy rejtvény, igen. Teljesen formán kívül. Igen. És talán arról beszéltünk múlt, hogy ez kicsit ez mutatja nekem meg azt, hogy most Ten Hag igazából nem tud úgy hatni a csapatra, hogy kéne, vagy, mert egy ilyen szintű játékos, mint néző, mindegy, hogy most új csapatban jössz, sokkal jobban kellene teljesítenie. Tehát ő egy klasszis, nálam ő abszolút klasszis. Tehát ezt bizonyított a válogatottban, és szerintem, de főként a Chelsea-ben, és neki sokkal jobban, könnyedebben be kellett volna illeszkedni. Akkor tudsz jól könnyen beilleszkedni, ha megy a csapat szekere. Nyilván, hogyha jó, van egy
egy állandó játékstílus, egy mindenki kényelmesen, komfortosan érzi magát, abban tudja, mi a dolga, és ezek most nincsenek meg, amiről beszéltünk, hogy amiről Bence is beszélt, hogy nem látni, hogy mit akar a United, és valószínűleg ettől Mount sem tudja, hogy neki igazából mi a pontos szerepe. Mit keresek én itt, nem? Én nem erre a projektre jöttem, nem? Ezt szerintem most sokan így gondolják a Unitednél egyébként, hogy nem erre a projektre jöttem. És egyébként, hogyha most megtörténik a tulajdonos váltás, amit ugye most a nagyon mondanak, hogy a hónapban megtörténik, és ugye jön az Everton elleni mérkőzés, ami az Everton amilyen rosszul kezdte, olyan jó formában vannak, jön a mindent eldöntő csoportmeccs a Galatasaray ellen, és utána megy Newcastle-be a United. Ha ez tulajdonos váltás és háromból semmi, akkor Ten Hag? Hát ezt nem tudom. Majd megbeszéljük egymás mellett az Everton páholyába, mert Ten Hag ugye nem lesz valószínűleg a következő meccsen a sárga lapjai miatt, úgyhogy lehet, hogy már Redcliffe mellett ül, majd simogatja a hátát, hogy ő most ide. Nem én vagyok lenn. Igen. És látod, miattam kikapunk együtt, vagy nem vagyok ott, akkor kikapunk együtt. Jó, hát érdekes lesz minden esetre. Jön akkor a negyedik mérkőzésünk, Bournemouth Newcastle. Ugye a mi szempontunkból az nem a csalódás, jó. Nem jó, hogy Kerkez először nem játszott egy másodpercet sem. Ez a mérkőzés alakulása miatt lehetett így, vagy tényleg Iraola picit változtatott az elképzelésén, és most ebbe az elképzelésbe Kerkez támadó szellemű védőjátékosként nem illeszkedik bele, vagy egyszerűen sima rotáció? Hát én szerintem ez nem baj, hogyha 19 évesen ő átesik azon, hogy egy Premier League csapatban szerepel, ideiglenesen bízunk benne, hogy ideiglenesen kikerül a kezdőcsapatból, és majd vissza kell oda térnie. Ez biztos vagyok benne, hogy csak építi őt. Ami szerintem nem az igazi ebben az egész történetben, az, hogy tény, hogy ahogy berobbant, az csillagos ötös volt. Utána valóban volt egy-két olyan meccs, mikor picit gyengében teljesített, de szerintem semmi olyat nem csinált, amivel ki kellett volna kerülni a kezdőcsapatból. Ugye Kelly játszott a helyén. Igen, tehát megvették őt egy bizonyos stílusra. Ő azt hozta. Szerintem 19 évesen első Premier League idényben viszonylag jól. És hogy úgy került ki, hogy nem az, hogy volt egy nagy szarvas hibája, vagy kiderült, hogy nem üti meg a szintet, hanem azért, mert igen, Iraola változtatott, egy védekezőbb szellemre állt át, és ennek ő lett az áldozata. Tehát nekem csak ez sántít, hogy nem azért került ki, mert szerintem tényleg ki kellett volna kerülnie. Igen. Ez nagyjából így van, tehát az eredménytelenség áldozata, igen. Nem feltétlenül a saját játékai, és az még külön pekje, hogy azért volt ennyire eredménytelen a Bournemouth, mert tényleg iszonyatosan kemény sorsolása volt. Tehát az elején Kerkeznek a világ legjobb szélsőjéről beszéltünk, kellett megmutatnia magát. És meg is mutatta. És meg is mutatta nagyjából. Tehát neki igen, ez pek, hogy ezeken kikapott a csapat, és ilyenkor minden edző elgondolkodik azon, hogy min kell változtatni. És akkor igen, akkor kell egy kicsit stabilabb játék, igen. Nem annyira azt a támadó szellemű focit intenzív letámadással minden pillanatban, ahol mit szeretnék, meg hogy a szélsővédő nem kell, hogy mindig fönt legyen az ellenfél 16-osánál. Ezt gondolhatta Iraola, és ezért betette Lloyd Kellyt, aki igazából belső védő, inkább egy baloldali belső védő, de ballábasként játszik balhátvért is. És vele ugye nyertek, és vele kicsit stabilabbá vált a csapat. Amikor visszakerült Kerkez két forduló ezelőtt, az azért volt, mert öt védővel játszott a Bournemouth, ugye a City ellen, de így is nagy zakó lett, de öt védő, és akkor Kelly bement baloldali belső védőnek, de ahogy nem a City, visszaállt négy védőre, Kelly játszott balbeket, mondom ezzel egy stabilabb, egy zártabb védekezés, védőmunkában jobb valószínűleg, mint már fizikumából adódóan is, mint Kerkez. Szóval ilyen szempontból nem csak azt akarom mondani, hogy sajnos most Kerkeznek föl kell készülni arra, hogy darabig nem, ha nincs, nem lesz kezdő, szerintem egy darabig nem lesz kezdő, mert ez a négyes van most. Ha Kellyvel bármi történik, akkor nyilván ő az, akihez valószínűleg elsőként nyúlnak, de mivel belül van három belső védő a Bournemouthnak, ott van Senesi, Zabarné, meg Mefem is, ugye a Velszi válogatott játékos, a háromból kettő játszik, tehát ott még mindig van egy, tehát Kelly marad a bal oldalon valószínűleg, és pont azért, mert most az eredmények nagyjából jöttek. Ami nagy esély, Kerkez Milosnak, hogy nem írta alá még Kelly a szerződését, neki lejár nyáron a szerződése, és ki tudja, hogy
ha nem ír rá januárig, hát ki tudja, igen, hogy most tudnak még valami pénzt belőle, és vannak jelentkezők, például a Tottenham is érte, és lehet, hogy eladják, és akkor az lehet egy esély, főleg, ha nem hoznak mást, hogy Kerkez visszakerüljön. Nem szeretne nyilván eddig várni, de én el tudom képzelni, hogy ez most hosszú időre cserepad lesz, mondom akkor, hogyha nem történik semmi baj a Bournemouth védőivel. Hát mondjuk ennek kapcsán két dolog jutott eszembe, hogy nem lehetett volna esetleg Kerkeznek azt a taktikai utasítást adni, hogy tudom, hogy ezért szerződtettünk. Maradj hát. Esetleg most ne fuss fel az ellenfél 16-osáig. Igen, de jó, igen, de valószínűleg nem csak ezen múlik. Persze, mert rutinosabb, fizikailag. Magasabb, erősebb, igen, védekezésben valószínűleg jobb. Tehát ezek a szempontok is szerepet játszottak ebbe valószínűleg. De hogy most ugye Sheffield-re fognak játszani, és hogy én azt mondtam, hogy arra leszek kíváncsi, hogy ha ott se kerül vissza, tehát hogy ott már talán felvállalhatsz egy támadó stílust, ha ott se kerül vissza a kezdőbe, akkor egyetértek Danival, hogy akkor már egy kicsit. Nyilván ez egy próbája lesz ennek az egésznek. Igen, magyar szempontból meg az lenne a nagy baj, ugye, hogyha most ez az egész év így telne, hogy ő kispadozik szinte végig, mert hogy az EB miatt, hát benne van a pakliban szerintem, hogyha marad Kelly, akkor benne van, hogy ő csak cserejátékos marad. De ne legyen igazam, az lenne az EB miatt, tehát az EB-re ne úgy menjen azért, persze, hogy az, hogy most nem játszik pár fordulót, néhány fordult, akár néhány hetet, vagy egy-két hónapot, azt szerintem főleg 19 éves játékosnál, ez még nincs lekésve semmiről. Én nekem az ott eszem, nagyon sok ilyen magyar játékosról szeretnék beszélgetni, aki most az elmúlt két hétben elveszítette a helyét, akár a Premier League-ben, vagy a top bajnokságok egyikében. És egyébként meg nem biztos, hogy tehát azért Kerkez is nagyon komoly terhelést kapott, hiszen a Bournemouth mellett a válogatottban is, és ugye láttuk már Litvánia ellen, hogy azért nem tudta azt hozni, sőt talán már Szerbia ellen is benne volt a hiba faktor a játékában, tehát lehet, hogy nem biztos, hogy neki most 19 évesen nem jön az rosszul, hogy egy picit pihen és tud regenerálódni, töltődni, és nem használja szét magát. De beszéljünk akkor a Newcastle-ről, amely szintén párhuzamban tudjuk egy picit állítani a Manchester United-dal, hiszen ugye ők most oda visszaestek a United mögé, ott vannak a United mögött, pontszámilag, játékban nem biztos, nekik is baromi sok sérültjük van, de hogy itt is az van, hogy azért Eddie Howe-t és a Newcastle United-ot megsimogatjuk. Vagy hát tehát nem csak mi, hanem ugye a világ sajtó. És de örülünk, hogy van a Newcastle a... Érted, hát ki akarod hozni ezt, hogy teljesen jogtalanul, igazságtalanul vagyunk Ten Haggal szemben. Nem, és egy kicsit igaz, egyébként igazad van. Egy kicsit igaz, de hogy mi, nem, csak pont azt akarom, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy minden relatív. Így van, de Newcastle még talán erőteljesebb ez a sérülés hullám, igen, ugye, tehát ha végigszaladunk a csapaton. 11 játékos. Na, és tényleg nagyon, tehát olyan fontos, hogy a védelemből ugye Botman és Burn, az a fele a védelemnek, most nem játszhatott Bruno Guimaraes, ugye, elől Isaac, aki rendkívül fontos, Gordon rendkívül fontos lenne, tehát itt azért tényleg olyan futball, Tonali ugye a bundabotrány, vagy a fogadási, majdnem csalást mondtam, bocsánat, annyira bennünk van itt Magyarországon, nem tudom miért, erre. Igen, a sportálfogadóban várjuk szeretettel Tonálit. Igen, szóval a fogadási ügye miatt, tehát így ezt érleg, tehát ezt nagyon nehéz úgy viselni, hogy közben ott a bajnok ligája szereplés végig. Tehát, és ez még anélkül, és a sérülés hullám nélkül is az volt az eredeti kérdésünk, még az előtt, hogy a Newcastle vajon bírja ezt a kettős terhelést. Úgyis akkor még szó nem volt arról, hogy itt ez történik majd a csapattal. Ez milyen érdekes, hogy egyébként az a bajnokság, vagy annak a bajnokságnak a csapatai, amelyek most frissen lépnek be a BL-be, vagy térnek vissza, mint a Newcastle, vagy tényleg az Arsenal, vagy aki nem játszik mondjuk a Tottenham, ott meg éppen a másik oldalt emlegetjük fel, ez egy olyan bajnokság, vagy egy olyan ország, ahol van bajnokság, van már nagyon korán, ugye elkezdődik egy ligakupa, ott van mellette az FA kupa, hogy hát tulajdonképpen most ez bajnokok ligája csoportkör az idén még csak plusz 6 mérkőzés. Azt mondja, hogy mit tudom, 3,5 hónap alatt, nem? Tehát, hogy... Csak milyen csoportba kerültek? Hát egyrészt csoport, másrészt meg úgy plusz 6, hogy közben ott tehát Liga Kupa is jól tudsz pihentetni, de hát szinte a bajnok ligájával szinte minden hétköznap hát játszol, mert ugye meg közben válogatod, tehát nincs nagyon hétközi szüneted, nem nagyon, ugye miatt azért az számít meg, igen, milyen ellenfelekkel szemben. Szerintem, ha most van csapat, amelyiknek nagyon jól jön ez a válogatott szünet, az egyébként nem a Newcastle egyébként, de azt egyébként Pikirte megjegyezték, hogy mennyire érzünk együtt
a világ leggazdagabb futballklubjával, amikor kiderül, hogy vékony a keret. De jó, ez nyilván nem ez példátlan sérülés hullám. Nem sajnáljuk, hát az egyértelmű, hanem inkább pont az, hogy Eddie Howe például, ami a munkát elkezdett itt felépíteni, és ugye ennél a csapatnál pláne azért nagyon fontos, hogy mindenki fit legyen, mert ugye ez a letámadáson alapszik ez a játék, és az iszonyatosan intenzív, és futballon, és nagy futómennyiséget megkövetelő futballon. Meg rengeteg párharc, testetestet. Így van, második labdák. És hát ráadásul hiába, nem is az, hogy hiába, ne hagyjam, hogy mennyien sérül, de például Almiront is ugye gyakorlatilag minden meccsen le kell cserélni, mert meghúzódik Trippier. Ugye ott a mérkőzés után összeszólalkozott egy szurkolóval, nem szerencsés, de aztán elnézést kértek egymástól. Igen, igen. Hát eleve furcsa volt, igen, hogy kicsit, hogy egy picit számon kérik, amikor most tényleg most annyira egymásra talált ez a klub és szurkoló tábora, és szerintem még azt gondoltam, hogy ezt is elfogadják a Newcastle-t, hogy most tényleg valóban a bajnokságban most rosszabbak az eredmények, meg hát jó a BL-ben is viszonylag, de az benne volt a pakliban. Szóval én azt gondoltam, hogy ennyi türelem lesz, és látják és érzékelik, hogy itt most mi történik, és ezt magyarázta, ugye Trippier is csak azt mondta, hogy hát de látjátok, hogy milyen sérülés hullám van. És nyilván szurkoló meg olyan, hogy oda megy Bournemouth-ba, látsz, hogy Newcastle-ből Bournemouth, csak nem biztos, hogy tudja a kedves néző, az a két vége kvázi. Ez egy kisvárd az Alegerszeg a magyar NBA szintjén. Igen, ez egy kicsit nagyobb, igen, távolsággal még annál is, és de nem egyszerű. Nem, hát, hogy azért... nagyjából. Ennél többet vártok nyilván, de aztán egyébként kölcsönösen elnézést kértek egymástól. Tehát... Igen, nem csak erre, azért kezdtem el, hogy ráadásul még egy ilyen utazás után a Bournemouth ellen, amelyikre azt gondolják, hogy jó, azért a Bournemouth ellen legalább ne kapjunk ki, vagy legalább minimum egy X, és akkor egy olyan teljesítménnyel, amiben úgy nagyon benne se volt, hogy ez lehet jobb ennél a 0-2-nél, akkor felmegy a pumpa a szurkolóban, az egyikben, abból a, nem tudom, 1500-2000-ből, tehát... Egy-kettőben. A többi szerintem nem az volt, nem tudom, mennyit kapnak. Igen, még azt azért fontos kiemelni, hogy egy szurkoló. Tehát nyilván, aki mögötte ült csöndbe és többi... És ott is megtapsolták ott mögötte lévő. De nyilván ezt az egyet vették föl, persze, tehát hogy ez látványos. De ha volt öt, akkor is, nem, persze, nem ez az 1000-ből öt, az mondjuk nem, vagy 10. Nem, meg hát nyilván ezeknél a csapatoknál, tehát eleve mindenkinél benne van a hullámhegy meg a hullámvöl, tehát ti sem mindig, jó, nem ti mindig ugyanolyan jól írjátok meg a cikkeiteket, de hogy egyébként ez meg azért benne van. Jó, ugorjunk az ötödik meccsünkre. Egy olyan csapat, amelyet mi nagyon szeretünk most Magyarországon, ugye a Liverpool, a Brentfordot győzte le 3-0-ra, és hát a Liverpoolnak például a hazai mérleg az bődületes. Tehát, hogy még pontot sem veszítettek, ugye, hazai pályán a Premier League-ben. Elképesztő. Kezdjük akkor Szoboszlaival, aki megint jól játszott, ugye? Hát persze. Tehát most már mondhatjuk ezt vele kapcsolatban, szerintem, hogy persze. Én azon gondolkoztam, hogy igen, hogy ez van, hogy persze, jó játszott, ugye korábban többször is volt, hogy nem rúgott gólt, nem adott gólpassz, de meccsemberinek választották, de például Szoboszlai Dominik, aki azért a pályafutása során hozzászokott ahhoz, hogy azért rendszeresen ad gólpasszt, vagy szerez gólt, ő benne ez mennyire van benne, vagy úgy van, hogy figyelj, megcsinálom a dolgomat, a Klopp azt mondja, hogy elégedett vagyok, a Núñez megdicsér, a Szala végre passzol nekem, tehát hogy ő látja ebben az egészben a folyamatot, és hogy ez őt nem frusztrálja. Hát két dolgot. Tehát ami szerintem nagyon fontos, hogy azért a Klopp rendszerben a Liverpool középpályájának nem az a feladat elsősorban, hogy gólokat lőjön, meg gólpasszokat adjon, hanem inkább szerintem a védelem és a támadó sor közti szakadékot kell áthidalnia, összekötnie, rengeteget robotolni, letámadásban részt venni. Nem annyira tőlük várják, tőle. Most megnézzük a korábbi éveket, nem Hendersontól, vagy Wijnaldumtól, vagy Milnertől vártad azt, hogy cselezzen, gólpasszokat adjon meg gólokat. Tehát, hogy ő neki itt most más a feladata, szerintem ezt el kell viselni, vagy ezt tisztába kell tenni, és ami meg itt most neki a feladata, az tökéletesen elvégzi. Mindenhol ott van, tényleg. És alig nem ad el labdát. A keresztpassza is pontosak, a két méteres passza is pontosak, nagyon hamar beilleszkedett. A másik meg ez a Szala végre passzol neki, igen, ez is, hogy... Tehát ezt is szerintem fontos tisztelni, egy olyan játékos, aki egy gólgép. Azért van Szala Liverpool, hogy idényenként 40 gólt lőjön. Ő nem azért vették meg, hogy ő passzoljon a 16-oson belül, vagy 16-os környékéről bárkinek. Tehát szerintem, most mint hogyha egy argentin újságíró mondaná, hogy a Szala nem passzol McAllisternek, nyilván mi jobban ki vagyunk erre hegyezve, mert mi tudjuk, hogy lő a Dominik, meg milyen nagy gólokat lőtt a magyar válogatottba, de most nem hiszem, hogy mondjuk a Real Madridban a német újságírók azon lamentáltak, hogy hát Ronaldo nem passzol Kroosznak. Hát nem, mert neki az a dolga, hogy gólt lőjön, és szerintem Szala kicsit ugyanez, hogy ő nem fog passzolni, ő gólt fog lőni.
Ugye Dominiknak egy gólja van, ugye majd beszélünk Erling Haalandról, akinek meg már a Premier League-ben van összesen 49, de úgy tűnik, hogy Liverpoolban nem cserélnék el Szoboszlai Dominiket Erling Haalandra, erre pedig bizonyítékunk is van egy kint készített videó formájában. Would you trade Dominik Szoboszlai for Erling Haaland? No, I wouldn't. Definitely not. No. No, never. Never. I mean, no, I don't even think so. If Nunez continue to be as good as he's going to be, I think that we're better with Szoboszlai and Nunez. I think Nunez can be as good as Haaland in some years. Yeah. I just love him. He's got great leadership qualities and he's got great heart. I think no, I wouldn't trade him. Definitely not. Steven Gerrard is incoming. Szoboszlai is too good machine. Top player. Amazing. It's really helped our midfield massively. So yeah. After the international break, Liverpool will play against Manchester City. What kind of game do you expect? A win, 2-1 win, I think. I just expect that even today we are going to do a better game, and that we are going to continue in our way that we had in the beginning of the year to continue. I think we have to play like a good defense, like with. As we said, like with a good Szoboszlai, with a good midfield, like really strong, and I hope we can use our Salah and Nunez fastness to score goals in counter attack. That's it. Really good game. Hopefully we can defend well and get the 3 points. It's going to be a very tough game, to be fair. Very hard, especially the half 12 game. City, you're just different animal altogether. But I feel we can get something. We can get something. A draw would be great, but a win would be brilliant. But a draw, you could do with a draw. Liverpool wins the Europa League this season and ends up second place in the Premier League. Would you take this deal? Yeah, because we have Jürgen Klopp hasn't won the Europa League, so that's the only trophy he needs to win. I'd be happy enough with that now. To be fair, I'm from Ireland myself. The final is in Dublin. So I think that'd be great memories. I'd love that, yeah. Second, I'd be happy enough with second, but at least the Champions League then again next year. But I feel like there's no reason we can't win it. No reason we can't win it. I would take it, definitely. I would take it. Do you? Second in Premier League, no. and we win the Europa League. We win the Europa League and... Maybe second, first? Yes, first. Yeah. Maybe first, but definitely Manchester City, the best team for now. But we could do it. We could do it. I'd rather win the league, but I'll take both. Okay, thank you very much. Thank you. No, hát nem cserélnék el. Ugye, és ennek részben Darwin Núñez is az oka ezek szerint, ahogy kiderül, de hogy ez nagyon hasznos játékos Szoboszlai Liverpoolban ezek szerint. Egyértelmű, de önerőből nem cserélnék el. Tehát ő azért, mert őt meg akarják tartani, tehát azért, amit eddig nyújtott. És egyébként Bence tök jól tökéletesen leírta, hogy mi a helyzet. Itt az a kérdés, igen, hogy ő ezt el tudja magában fogadni, Dominik, hogy ő most neki, nem biztos, hogy ő fog mindig csillogni-villogni a Liverpoolban, illetve még az sem biztos egyébként, mert azért még mindig egy, tehát még egy kisgyerek itt ebben a csapatban olyan szempontból, hogy mikor szerződött oda, tehát egy újszülött, ha úgy vesszük, hogy ez most még néhány hónap telt csak el, és ki tudja, hogy milyen játékra lesz képes egy-két év múlva, hát szerintem még ennél is sokkal jobbra nyilván. Szóval neki kell magában rendezni, hogy most ha nem csillogok, villogok, azok az extrák nem mindig vannak meg, akkor úgyis elégedett vagyok-e, és úgyis öröm egy minden egyes meccs, de szerintem neki igen. Meg azért, ha hozzáteszünk, tehát azért ugye van egy csomó olyan mutató, amiben nagyon jó, tehát a kulcspasszokat tekintve, vagy a kulcspassz, amikor a közvetlen lövést megelőző passz, abban ott van a top 10-ben az egész Premier League mezőnyt figyelembe véve a progresszív passzokban, amikor ugye legalább 10 métert halad a labda az ellenfél térfelén, vagy a 16-osba bepasszolt labda tartozik még ide. Abban is ott van az első között, tehát az első hatban. Tehát ezek vannak jó számai, meg látjuk a melót, amit Klopp is beszél. Igen, hát az, hogy most nincsenek Szoboszlai gólok, meg nincs annyi gólpassz, az a gólpassz még nem is mindig rajta múlt, ugye, mert azért voltak olyan kiszolgálása, amiből lehetett volna. Most akár de igen, vasárnap is, bár igen. Nem tudatos gólpassz lett volna, hát de gyakorlatilag ennyi múlt. Igen, ennyi múlt, de tényleg szerintem Bence teljesen jól leírta, hogy itt nagyjából mi a helyzet.
Szerintem nem nagyon lehet belekötni szerencsére az ő teljesítményébe. De hát mivel elfogultak vagyunk, ettől még szeretnénk, hogy Gerrard legyen, vagy De Bruyne legyen, hogy a támadó játékban is, vagy konkrétan gólpassz-gól tekintetében is annyira elő legyen. De ők sem 22 évesen, meg 23 évesen. Igen, azt akartam, hogy ez még jöhet. De uraim, elképesztő magasságúban van már most. Ez a sportástúdió, ez Budapesten van, ez Magyarország. Gólokat akarunk, és gólpasszokat Szoboszlaitól, mert így nem játékos. Nem? Tehát kicsit ilyen az ország egyik része, a másik része pedig, aki meg nem ilyen, hanem mondjuk ért is hozzá, vagy jobban ért hozzá, látja ezt. Ez abszolút. És ott van egyik legnagyobb bajnokság top csapatában, tehát ott elképesztő. Igen. És pont Kerkez például mutatja azt, hogy simán kikerülhetsz egy Premier League csapatból, bármi történhet, ott elképesztő teljesítményt kell lerakni minden egyes alkalom, és ő meg ez a veszély meg egyáltalán nem fenyegeti egyelőre, reméljük nem is fogja. Hát az is beszédes szerintem, hogy ugye öt csere lehetőség van, tényleg, hogy a Dani mondta, világ legerősebb bajnokságában játsz egy top csapatba, és ő az, akit szinte soha nem cserél le Klopp. Tehát ő az, akire úgy tűnik, hogy az ő lelki is nyugodta, tudja azt, hogy ott van a pályán. Nyilván azért, mert Jolly Joker, és adott esetben nagyon könnyen át lehet tenni egyik posztról a másikra, de fenntartja a pályán. És akkor is beviszi, tehát látszik, hogy amikor rotálni akar, és pihentetni akarja Szoboszlait, akkor is be kell vinnie. Ugye láttuk ezt ugye Linzben talán, ugye most a Toulouse mérkőzésen is bevitte, mert szükség volt rá, bár azon nem tudott változtatni. Az ő alkata, abból fakad, hogy talán nem kell félteni, mert ő pont az alkat. Tehát ő hajlamos lenne az elkényelmesedésre, vagy azt hiszi, az a típus lenne, aki rögtön elhiszi magáról, hogy most a világ legjobb. Azt gondolja magáról, de ő tesz is azért. Tehát ő minden egyes edzése úgy megküldje, erről sokat beszélt, hogy a meló, amit beletett már, tehát hogy ilyen szempontból nem kell félteni, hogy megvan az önkritika benne, meg a léc, hogy ő magának teszi milyen magasra. És szerintem ez lehet az áloga annak, hogy itt azért ez egy sikersztori lehet még továbbra is. Ugye végig is tükör simán nyertek a Brentford ellen, és beszéljünk sokat erről a meccsen, talán annyit, hogy azért Klopp azt nyilatkozta a meccs után, hogy ő, amikor 20 év vagy 30 éve elkezdett gondolkozni az edzői pályán, hogy akkor ő úgy állt bele ebbe, hogy ő egy olyan csapatot akar létrehozni, amely ellen utálnak az ellenfelek focizni, és hát itt volt ez a Brentford. És annyira utál a Brentford ellen meccselni, mert ő baromi kellemetlenek, rengeteg szögletet rúgnak, azt ráadásul jól is, szóval, hogy... Ennél nagyobb dicséret Klopptól nem lehet végül is. Egyébként az időzítéssel kapcsolatban ez lett volna a másik meccs, amikor picit azt éreztem, hogy ez a meccs Brentfordban van. Hát ott sokkal... Az egy nehezebb. Igen, de nyilván oké, idegenben mindig nehéz, ez mindig nehezebb, csak igen, így most tényleg mondhatjuk, hogy sima volt. Beszéljünk arról, amiről a szurkolókat is kérdezted, hogy először is a City elleni mérkőzés, az mit mutathat majd meg, mire lehet képes ez a City, vagy ez a Liverpool, ez ellen a City ellen, Szoboszlainak milyen szerep juthat? Hát ez nyilván mind a két csapatnak ezen a téren már elképesztő rutinja van, de amit Klopp kiemelt a sajtótájékoztatón, ami miatt szerintem joggal dühöngött, hogy betették a meccset ugye szombat lunchtime kick-offra, szóval egyet fog. Ugye 12:30 egyszer tudnak majd edzeni a válogatott szünet után, pont a City elleni meccs előtt, tehát én azt gondolom, talán ez az, amikor picit nagyobb szerepe lehet annak, hogy melyik csapat az összeszokottabb, aznap melyik csapatnak fognak az egyéni villanások jobban sülni, és szerintem abban talán a City előrébb van. Igen. Milyen állapotban térnek vissza igen, a játékosok, így ilyen rövid lesz ott az idő. Hát igen, meg a City azért most így a Chelsea meccs után is, meg hogy ilyen pont hullajtást követően azért nyilván még egy kicsit felpaprikázottabb lesz, meg hát Liverpool, jó, City Liverpool, nem kell, nincs mindegy, mi az előzmény a City Liverpool, és ott neked elmondtad, hogy ugye az Anfield most megint előd lett, hát a City otthon az... Hát nagyon... Nem, gyugod. City ellen, igen, hát az is tényleg olyan, hogy más szempontból, mert nyilván nem a hangulat miatt, nem az a félelmetes hangulat uralkodik nyilván, mint az Anfielden, de a City játékosai, amilyen magabiztossággal lépnek ki az Etihad gyepére, meg hogy tényleg az, hogy innen te nem tudsz elmenni ponttal, nagyjából ezt sugározzák, emiatt nagyon nehéz ott játszani, még egy Liverpoolnak is. És mi egyébként, aki nagyon szurkolunk Szoboszlai Dominiknak, és látjuk is, hogy jó, amennyire lehet értjük is, hogy mitől jó. Mi aláírnánk egyébként, amit Bence felvetett kint az angol, vagy angol, brit szurkolóknak, hogy Premier League második hely, Európa Liga győzelem, így első szezonra?
Hát szerintem a simán, én szerintem simán. Én hogyha mondjuk most Liverpool szimpatizáns vagyok, mondjuk, és mondjuk Dominik miatt elsősorban, ha így gondolkodom, akkor egyértelmű. Dominik első szezonjának. Hát az nem rossz. Szerintem ez Dominiken kívül mindenki aláírná. Ő azt hiszem, hogy mind a kettőt meg akar nyerni, de szerintem ezt rajta kívül mindenki aláírná. Elképesztő, és elképesztő az utolsó meccsünk is, amiről még beszélnünk kell ma. Chelsea City 4-4, kell erről beszélni? Vagy lehet? Vagy elég hogy van ez? Klasszikus született? Unalmas. Egy újabb klasszikus. Hát, a meccset gólok nélkül kell értékelni, ugye? Picit olyan volt egyébként, mint hogyha összebeszéltek volna a játékosok, hogy mi se hallgatunk az edzőre, meg ti se. Ösztönből, végig, és akkor ez lett belőle. Jó, nyilván nem, de tényleg ilyen... Mondjuk a Chelsea játék a kicsit ilyen lesz ugye Pochettinoval, tehát neki ez, hogy vagy őrült letámadás, 100%-os intenzitás minden pillanatban, energia nagyon nagy, magas szinten legyen. Tehát ez lesz a Chelsea játék, és ezekkel a fiatal játékosokkal ezt simán meg is lehet tenni, és azért van ebben is van egy rendszer nyilvánvalóan, és pontosan tudják, és nagyon jó a letámadásban idén a Chelsea. Ezt megmutatta az Arsenal ellen is, megmutatta a Spurs ellen is. És most a City ellen is egyébként. És egyébként milyen jól szerepel a nagyok ellen, azért az is azt mutatja, hogy itt azért valami formálódik. Egyébként pont azt emelték ki, hogy a nagyok ellen jól szerepel a Chelsea, tehát úgy tűnik, hogy ha az ellenfél is föltolja neked a védelmi vonalát elég magasra, akkor abban jól Chelsea, hogy akkor nem annyira jó, hogyha egy nagyon mélyen visszahúzódó védelmet kell feltörnie. De mondjuk Brentford. Ezen minden csapat szenved. Csak úgy tűnik, hogy igen, tényleg, ahogy te is mondtad, a nagyok van, ellen. Így van, de Nottingham ellen is, igen, ugye, tehát igen, ez valóban Chelsea jellemző volt. Nyilván az egyrészt azért, mert még nincsenek, és akkor azt mondtuk, hogy nincsenek meg azok az igazán gólérzékeny játékosai elől, akik ezeket nagy százalékban befejezik ezeket a támadásokat, és ugye azt, végig azt mondtuk, hogy hát a helyzet kihasználás az volt a Chelsea-nél a gond. Ez még továbbra sem megoldott, de talán lehet majd ez most már jobb, de maga a játék, amit mutatott a csapat, az azért az szerintem ígéretes, igen, tehát is ilyen szempontból igen, hogy a City meg, amit most így mondtál előbb, az meg teljesen tőle szokatlan módon futballozott. Igen. Tehát amíg a Chelsea önazonos volt azért, a City egyáltalán nem. Tehát Guardiola valóban nem szereti ezt, amikor ilyen őrült ruhanás van. Hát próbált is belecserélni, hogy ezt megfogja, de csak nem sikerült neki. És ugye ott van Erling Haaland, és egészen biztos vagyok benne, hogyha most legközelebb majd Manchesterbe menné, és a City szurkolókat kérdeznéd meg, akkor ők sem cserélnék el Haalandot. Nem úgy Szoboszlaira, talán senkire a világon. Ugye 47 Premier League meccsen 49 gólnál jár, és kettő csapat, 21 ellenféllel szemben lépett már pályára a Premier League-ben, kettőnek nem rúgott gólt. Ugye ebben az egyik Liverpool, pont. Tehát elképesztő a csávú, és hogyha van egy kis mélypont, vagy éppen nem lő gólt, tehát nem érzed rajta azt, hogy a következő mérkőzésen, vagy ha két meccsen nem lő gólt, hogy utána a harmadikon ő rágörcsölne. Tudja, amit tud, csinálja, amit csinál, és azt hát ilyen világszinten. És mert ugye most mondtad ezeket a számokat, és mindezt úgy, hogy már tavaly ősszel is mondogatták azt, hogy hát lehet, hogy nem jó helyre került, mert hogy lehet, hogy ebben a szisztémában ő annyira nem illik bele, akkor az előző idény végén mondogatták, hogy hát azért ott a BL elődöntőben már nem rugott, meg az FA Kupa döntőben, meg a BL döntőben nem rugott, és hát köszönöm szépen, mindent megnyer a City. Ő meg folyamatosan szárnyal, tehát tavasszal olyan magasan van nála a mérce, szerintem, hogy... A tavasszal nem mondták, de egyiket a BL döntő után azért mondogatták. Nem, mondta, a tavasszal a végjátékban elkezdték mondani. Igen. BL elődöntőben már az FA Kupa döntő. Ja, igen, igen, de hát ilyenek bekapaszkodnak, mert egyszerűen... Volt ott a 11-es szituáció, ugye Kukurellával, ott fogták egymást, és... Tehát, hogy Haaland hamarabb engedte el Kukurellát, és akkor ez döntött, ez nagyon furcsa, mert ugye azt mondják, én 20 évvel ezelőtt elvégeztem az akkori játékvezető képzést, és ugye, hogy például, ugye, hogy mondjuk egy 11-es, vagy 11-ese vagy sem, ugye az a kérdés, hogy a 16-oson kívül kezdődött a szabálytalanság, vagy, tehát hogy ebben az esetben, hogy itt egymást húzták már az elején, kiengedi el a másikat hamarabb, olyan fura volt ez, nem? De nekem egy könnyen befújt 11-es volt, pontosan azért, mert először tulajdonképpen Haaland húzta egy picit vissza Kukurellát, és azzal került helyzeti előnybe, és utána már Kukurella, mint ha arra reagált. Hát jó, húzták, mondták egymást, de kicsit inkább arra reagált. Tehát ugyanannyira, először még ugyanannyira húzta le Haaland Kukurellát, mint fordítva. És akkor előnybe került, és akkor utána maroba visszahúzta, hogy rátámaszkodott. Tehát nálam ez egy, és a labda sem volt ott jó, ennek nem, ez nem kéne, hogy egy szerepet játszon, de mert Thiago Silva az simán elfejelte, de ilyenek azért vannak, és mondom avval, hogy
hogy először ugyanannyira, legalább ugyanannyira húzta a holland kukuráját. Én emiatt gondolnám azt, hogy én erre nem adtam volna egyébként 11-est. És ugye az a Citynek jókor jött, mert egyáltalán nem játszott fölényben a City. Tehát a meccsben nem volt benne annyira. De hát most ebben ez még a legkisebb hiba, amit idén a Premier League-ben így játékvezetői szinten így végig kellett nézni. Lassan be kéne vezetni a VAR-varját, nem? Akkor még mit lennének? Ugyan 30 szabályos gólt nem adnának meg szezononként. Van ez a Cole Palmer nevű fiatalember. Igen, tehát hogy nem kellett Guardiolának és a Citynek. És nem azt, hogy kölcsön adták a Chelsea-nek, vagy másnak, hanem elengedték. És talán még áron alul is egy picit. Hát mármint a potenciált nézve. Az biztos. Én most pont írtam is róla, és így a forduló kapcsán, igen, 40 millióért engedt, 40 millió fontért a City. Amilyen képességei vannak, és amennyire ígéretes, amilyen lehetőségek vannak benne, ahhoz képest nem, valóban nem sok. Ahhoz képest, hogy mondjuk Mudrikért fizettek 100-at, most mire föl? Tehát is volt pár jó meccse a BL-ben, tehát így tehát, hát igen, akkor rakjuk a Szoboszlai Dominik mellé. Szoboszlai Dominik mellé a 75 millióval. Igen. Igen, tehát abszolút áron alul, és ugye hát nyilván egy Chelsea-vel szemben nem is teheted azt meg, hogy mondjuk van egy ilyen visszavásárlási opció, mert az egy kis csapatnál megcsinálod, de szerintem a Chelsea nyilván nem vette volna úgy meg, és az nincs is. És hát ő tényleg, hát ott nőtt föl ugye a Cityben, tehát ez két oldalról kell megközelíteni. Egyrészt, hogy neki mennyire nehéz lehetett így döntenie, aki 8 éves kora óta a City játékos, a City szurkoló fölnő, becsben tartják, az egyik legnagyobb tehetségnek gondolják, ugye Foden óta biztos, és mégis akkor úgy dönt, hogy elmegy, és azért, mert azt érzi, hogy ugye nyár ilyen szuperkupa gólt szerez, és utána azt gondolja, hogy ebben az évben, amikor már elmegy már ez, akkor majd egy kicsit több szerepet kapok, erre jön Doku, akkor azt gondolja attól, hogy na hát akkor igen, akkor engem mégis sem sorolnak, még azon nem sorolnak arra a helyre, ahova én magamat tenném, és akkor ezek mind így nyilván megfogalmazódnak benne, szóval iszonyatosan nehéz lehet, mondom, egyrészt a kötődés miatt ezt meglépni, de mégis a Chelsea projekt, akkor így, amit felvázoltak, és Sterling is beszélt neki róla, hogy itt azért itt valami jó alakul, még úgyis, hogyha a külső szemlélő sokáig nagy katyfasz látott csak, de ugye azt akkor is érzékeltük, hogy nagyon sok fiatal és nagyon tehetséges fiatalok, és Pochettinoval megjött az az edző, aki tud velük bánni, szóval hogy mégis valami alakulna, és úgy döntött, hogy igen, mert és nyilván Pochettinoék meggyőzték a felől, hogy igen, ha ide jössz, itt állunk, számítunk rá, tehát hogy itt nyilván nem ígér soha egy edző kezdő szerepet, de szerintem el tudtam mondani, hogy te egy nagyon, de azt valószínűleg elmondta, hogy ha te úgy futballozol, úgy edzel, olyan teljesítményt nyújtasz meccseken, akkor az egyik legfontosabb játékosunk leszel. Hát és az, hogy az utolsó pillanatban volt csapatod ellen, odaállsz, 11-es lőni, tehát ebben azért nagyon sok olyan faktor van. Nagyon, de ebben a srácban amúgy is az lír, bennem, amikor ránézek, mindig azt látom, hogy egy ilyen, mint aki ilyen nagyon rossz gyerek lehetett, már gyereket is, tehát így beletoljik abba, hogy itt most tét meg izé, és egyrészt ez van benne ez a csibészség is, meg csintalanság, meg van benne ez egy önbizalom is, azért azt érzem, pláne tényleg, hogy ide állt megint egy ilyen meccsen, de Arsenal ellen is simán odaállt ugye elvégezni. Most ez valóban az, hogy itt az legutolsó pillanatban City ellen is így berúgja. Szóval ezek azért azt mutatja, hogy itt azért van egyfajta nagyság, ami most még csak úgy még nem biztos, hogy mindenkinek látszik, de lehet belőle. De egy korszakos. Már lehet belőle, igen, akár. Lehet belőle. Most még nyilván nehéz megjósolni, de mindenképp esélye megvan. Ilyen bal lábbal, játékintelligencia, ő azért mindig középen játszott az utánpótlás korában, tehát inkább egy 10-es volt, csak ugye a Cityben szélre tették ki, mert ott először azért könnyebb volt bekerülnie. Szóval ilyen szempontból neki több poszton is bevethető, és azt látjuk is a meccseken, hogy előszeredettel 20 be középre, és onnan kvázi egy ilyen karma tízesként osztogatja a labdákat. Ugye inside forward. Igen. Egyébként azt mondták, hogy ugye Guardiola is azt mondta, amikor kérdezték róla, hogy ő azt mondta neki, hogy maradjon, és hogy Palmer mondta azt egyértelműen, hogy nem, megyek. Ezért nyilván szerintem azért a Guardiola... Azért az is kérdés, hogy mondod. Tessék? Az is kérdés, hogy mondod. Figyelj, maradjál! Igen. Meg nyilván hát mint azon egy-két meccsen, amit még a Cityben a szezon elején még úgy ott volt, és hogyha ott csak csere volt három meccsen is talán, akkor azért az... Meg ugye Guardiolának van egy olyan felfogás, hogy azt mindig elmondta, hogy ha valaki nagyon, ezen gondolkodik, vagy menni akar, vagy nem 100%-osan elkötelezett a City mellett, vagy az ő projektje mellett, akkor ő azt elengedi. Olyanokat akar, akik
Igen, csak Guardiola még ugye azt is mondja, hogy nem szereti a nagy kereteket, nem szereti a keretekeket, és nyilván ugye némileg felment, hogy most hogy City mérengedte el, hát de hogy kinek a helyére tetted volna be? Tehát most hát így, hogy jött egyértelműen... Doku, így van négy szélső, négy játékos, akit használ, ugye Bernardo Silva, Foden, Doku, Grealish, tehát van négy embered a két posztra, ugye Bernardo Silva-t, erről már beszéltünk azért, több amikor nincs De Bruyne, akkor, akkor bent kell használni, ha nincs De Bruyne, mert azért az ő kreativitás ott kell, de mondjuk van De Bruyne, lehet, hogy akkor visszatér jobb oldalra akár, szóval... Hát meg lehet, hogy Palmer hallott a Chelsea tulajdonosnak a tavaly azt a véleményét, hogy 4-4-3-at szeretne látni a csapat, hogy gyorsan számolt, hogy egyre több hely van ott a támadó szekcióban, mint kellene. Úgy még a City-be is beférne lehet. Úgy biztos. De egyébként még, bocsánat, annyit az időzítés harmadik felvonásáról, hogy nem tudom, hogy van összefüggés, de hogy ugye Sterling pont kikerült az angol válogatott keretéből, és aztán hozott egy ilyen meccset, amikor gyakorlatilag azért Kyle Walker nem az a szélsővédő, akivel kifejezetten keresik az egy-az-egy elleni párharcokat a támadók, és mindig ráment, és nagyon megforgatta, és nagyon jól játszott. Tehát nem tudom, hogyha Southgate mondjuk behívja a keretbe. Üzen Southgate-nak, hát... például most nézzél meg itt a Kyle Walker-et. Szerintem semben ne tett egy ilyen. Hát lehet, hogy most egyébként... őt egyébként az felpaprikázta, hogy ő most már nem hívja meg egy ideje, és ő meg most az utóbb, és közben meg Sterling az utóbbi időben meg abszolút igen. Jó, tehát tényleg nagyon jól futballozott ő, úgyhogy ilyen szempontból igen, egy ilyen bizonyítási vágy, így extrán így dolgozhatott benne. Hát kiderül, sok szempontból érdekes lesz egyébként ez a válogatott szünet. Ugye azt már tudjuk, hogy mi játszunk Bulgáriában, ez néhány percre az adás előtt eldőlt, de hogy tényleg lesz-e edzőváltás, és egyáltalán kinek jött igazán jó, vagy kinek rosszul ez a szünet. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet, maradjanak velünk a folytatásban, és olvassák a sportál.hu-t, viszontlátásra!